Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A szivárvány. Egy borús nyári napon bánatosan üldögélt a lapulevél alatt Babóca, a katica kislány, és Bogyó, a csigafiú. Hirtelen kisütött a napocska, és újra kék lett az ég. A nyári zápor azonban nem állt el. Csak hamar csodaszép szivárvány jelent meg az égen. Jaj, de gyönyörű, kiáltoztak. Bogyó elhatározta, hogy felmászik a szivárványra, és lecsúszik róla. Első próbálkozása azonban nem járt sikerrel. Biztosan a másik oldalról kell próbálkoznom, mondta Bogyó. Bogyó, hidd el, a szivárványra nem lehet felmászni, győzködte Babóca az izgatott csigafiút. Ám Bogyó új tervet eszelt ki. Létrán fogok felmászni. Jaj, Bogyó, nem lesz ennek jó vége, aggodalmaskodott Babóca. Babócának igaza lett. Bogyó egyre bosszúsabb lett. Babóca kérlelni kezdte. Gyere, játszunk inkább valami mást. Bogyó azonban nem adta fel. Figyelj, Babóca, innen biztosan sikerül ráugranom a tetejére. De ez a terve sem sikerült. Babóca kétségbeesve szaladt Bogyóhoz. Jól vagy? Kérdezte. Kutya bajom, duzzogott Bogyó. Bogyó annyira elkeseredett, hogy Babóca alig győzte vigasztalni. Nézd, szedtem neked virágot, kedveskedett, de Bogyót semmi sem tudta felvidítani. Közben elállt az eső, és a szivárvány is eltűnt. Kézen fogva baktattak hazafelé. Babóca kitartóan vigasztalta Bogyót. Ne lógasd már az orrod, holnap után lesz a harmadik születésnapod, biztosan sok szép ajándékot kapsz majd. Hazaérve Babócának remek ötlete támadt. Készítek Bogyónak egy szivárvány csúszdát, gondolta magában. Akkor valóra válhat az álma, lecsúszhat egy szivárványon. A csúszda elkészítésében Baltazár, a méhecske és Pihe, a lepke kislány is segített. Babóca, Baltazár és Pihe a szivárvány színeire festették a csúszdát. Sárga papírba csomagolták, kék szalaggal átkötötték. A három barát csoki tortát is sütött Bogyónak. Ezután Pihe és Baltazár átkísérték Bogyót Babóca házához, ahol már minden készen állt a születésnapi zsúrhoz. Akkor most mutassuk meg neki az ajándékot, kiáltotta Baltazár, Babóca pedig átnyújtotta Bogyónak a csoki tortát. Egy igazi szivárvány, egy szivárvány csúszda. Kipróbálhatom a csúszdát? Persze, válaszolta Babóca. Bogyónak nagyon tetszett a szivárvány csúszda, újra és újra lecsúszott rajta. Pihe és Baltazár táncra perdültek örömükben. Na hát, Babóca, szólt végül Bogyó a katica kislányhoz. Ez nagyon jó ajándék, köszönöm. Aznap még sok barát eljött, hogy felköszöntse Bogyót. Eljött Ugri, a szöcske kislány, Döme, a krumplibogár, Szellő, a szitakötő kislány, sőt, még Vendel, a szarvasbogár is. A csigafiú mindenkinek megengedte, hogy kipróbálja új csúszdáját. Bogyó és Babóca és barátaik késő estig csúszdáztak. Aznap Bogyó különösen jókedvűen feküdt le aludni. Micsoda születésnap volt ez! Sóhajtott fel boldogan. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. Karácsony. Egy szép téli napon Bogyó, a csigafiú, és Babóca, a katica kislány elindultak az erdőbe fenyőágat keresni.
Nézd, Bogyó, ezt a kis fenyőt kidöntötte a vihar. Vigyük haza, majd karácsonykor feldíszítjük. Hurrá! Igazi karácsonyfánk lesz! Kiáltotta Bogyó, és ugrott egyet örömében. Ahogy felemelték a kis fát, megdöbbenve vették észre, hogy egy 100 lábú szorult alá. Segíts, Bogyó, tegyük fel a szánkóra! Csúnyán megütötte magát, és biztosan meg is fázott ebben a hidegben. Vigyük el a házikomba! Óvatosan feltették a 100 lábút a szánkóra. Meg fog gyógyulni? Kérdezte aggódva Bogyó. Hát persze, nyugtatta meg Babóca. Otthon rögtön puha ágyba fektették a beteg 100 lábút. Babóca meleg teát főzött, Bogyó pedig mesét olvasott neki a kukacos mesekönyvből. Másnap reggel a 100 lábú kinyitotta a szemét, és bágyadtan rájuk mosolygott. Napról napra erősödött, és hamarosan teljesen meggyógyult. Babóca marasztalta. Ne menj még el, kedves 100 lábú, töltsd nálunk a karácsonyt! Köszönöm, szívesen maradok. De mit adjunk neki karácsonyra? Töprengett Babóca. Vajon minek örülne egy 100 lábú? Babóca elmondta, mit talált ki, mire a csigafiú lelkesen bólogatott. Bogyó és Babóca még aznap elmentek a hangyákhoz. A hangya királynő kedvesen fogadta őket. Babóca nekik is elmesélte, milyen ajándékra gondolt. Szívesen elkészítjük, amit kérsz, mondták a hangyák. Elérkezett a karácsony. Bogyó és Babóca talpat készítettek a karácsonyfának. Amikor beesteledett, Bogyó izgatottan adta át ajándékát Babócának. Boldog karácsonyt, Babóca! Köszönöm, Bogyó! Mondta meghatottan a Katica kislány. Ez csodaszép! Lelkendezett Babóca, és nyomban feltekerte a szalagot a karácsonyfára. Boldog karácsonyt neked is! Mondta Babóca, és most ő nyújtotta át ajándékát Bogyónak. Csillagszórók! Jaj, de jó! Rakjuk fel őket a fára! Meggyújtották a csillagszórókat. A karácsonyfa körül vidám szikrák pattogtak. A ragyogásra előjöttek a Szent János bogarak. Mindegyikük hozott egy-egy díszt magával. A 100 lábú is segített feldíszíteni a fát. Nem sokára a hangyák is megérkeztek. Egy csomagot cipeltek, amit átadtak Bogyónak és Babócának. Kedves 100 lábú, ez a mi ajándékunk neked, mondta Bogyó. Boldog karácsonyt! Cipőcskék! Kiáltotta boldogan. Többé nem fog fázni a lábad a hóban, magyarázta Babóca. Késő estig ünnepelték a karácsonyt. Eljött Döme, a krumplibogár, Vendel a szarvasbogár, Alfonz a tücsökfiú és Lili a rózsabogár kislány. A Szent János bogárkák és a hangyagyerekek közösen építettek egy hóembert. Vidáman táncoltak és énekeltek a karácsonyfa körül. Velük ünnepelt Pihe, a lepkelány is. Szellő, a szitakötőlány Ugrival, a szöcskelánnyal táncolt, Bogyó és Babóca pedig Baltazárral, a méhecskével. A mulatság után a 100 lábú gondosan letörölgette új cipőit, és feltette őket a polcra. Milyen szép nap volt ez, de kár, hogy egy évben csak egyszer van karácsony. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A hóember. Egy hideg téli reggelen Bogyó, a csigafiú, vidáman kopogtatott Babóca ajtaján. Gyere velem szánkózni! Babóca gyorsan felvette a téli kabátját, sapkát, sálat, kesztyűt húzott, és már indultak is. A Katica lány felült a szánkóra, a csiga pedig húzta erősen. Hamarosan elállt a hóesés. Bogyó és Babóca élvezték a téli napsütést, lankás dombokon és meredek hegyoldalakon csúsztak.
Nézd csak, milyen szép hóember, kiáltott Bogyó. Jaj, neki megyünk! Aggódott Babóca, de már késő volt. A szánkó egyenesen nekiszáguldott a dombalján áldogáló hóembernek. Nem ütötted meg magad? Kérdezte Bogyó Babócát. Én nem, de a hóembert alig, ha nem tönkretettük. Hát igen, a hóember felborult, állapította meg Bogyó is. Meg is eszem a répa orrát. Hógolyozzunk egyet a hóemberből, javasolta Babóca. Bogyó és Babóca vidám hógolyozásba kezdtek. A hóemberből hamarosan szinte semmi sem maradt. Egyszer csak Baltazár, a méhecske köszönt rájuk. Babóca vidáman kérdezte. Nincs kedved hógolyózni velünk? Most nem érek rá. Hoztam egy kalapot és egy sálat a hóemberemnek, amit tegnap építettem. Nem láttátok véletlenül? Bogyó és Babóca riadtan néztek egymásra. Húha! Suttogta Bogyó. Biztosan azt a hóembert keresi Baltazár, amelyiknek neki mentünk. Nem merték elmondani Baltazárnak, hogy feldöntötték a hóemberét. Nem láttunk semmiféle hóembert. Sehol sem találom a hóemberemet. Fakadt sírva Baltazár. Bogyó és Babóca nagyon megsajnálták a méhecskét. Ne szomorkodj, mondta végül Bogyó. Építsünk inkább egy új hóembert. Jó, egyezett bele szipogva Baltazár. Az alsó legnagyobb hólabdát Babóca gyúrta, a középsőt, a hóember pocakját Baltazár, a legkisebbet pedig Bogyó. Ez lett a hóember feje. Babóca megemelte Bogyót, Bogyó pedig feltette a helyére a hóember fejét. Amikor a hóember elkészült, Baltazár végre a nyakába köthette a csíkos sálat. Bogyó nagyot ugrott, és feltette a hóember fejére a piros fazékkalapot is. Hű, nagyon szép lett, lelkendezett Baltazár. Az az igazság, szólalt meg ekkor bűnbánóan Bogyó, hogy mi tettük tönkre a hóemberedet. Véletlenül nekicsúsztunk a szánkónkkal. Nem haragszol? Na hát, ti voltatok? Kérdezte megdöbbenve a méhecske. De aztán hamar megbocsátott Bogyónak és Babócának. Ez a hóember sokkal szebb lett, mint az előző, jelentette ki. Menjünk, csúszunk le a dombon együtt! A három jó barát késő estig szánkózott a hegyoldal meredek lejtőin. Most már nagyon vigyáztak az új hóemberre. Bogyó és Babóca, két jó barát kalandja. A vízicsiga. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár együtt üldögéltek a réten. Bárcsak nekem is lennének rokonaim, egy távoli csigarokon, sóhajtott Bogyó. Hiszen vannak rokonaid, Bogyó, a vízi csiga is csiga, mondta Pihe, a lepke kislány. Igen, ugrott fel vidáman Bogyó. És hol találkozhatok a vízi csigával? Sehol, vágta rá Baltazár. Szerintem nem is létezik vízi csiga. De igen, létezik, mérgelődött Pihe. Tudom is, hogy hol él. A fenyőerdőn túl, a kerektó mélyén áll a házikója. Ugyan már, butaság, vágta rá a méhecske. Az lesz a legjobb, ha elmegyünk mind a kerektó partjára, javasolta Babóca.
Gyertek, majd én elviszlek titeket, szólt váratlanul Soma a süni. Hurrá! Kiáltotta Bogyó. Hozom a levegőpalackokat, hogy lemerülhessünk majd a tó fenekére. Azzal Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár beugrottak a sünfogadba, és elindultak a kerek tóhoz. Késő este volt már, amikor meglátták a tavat. Vigyázzatok a hintó! Kiáltott a méhecske, de akkor már késő volt. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe sírni kezdtek. Semmi baj, aludjatok egyet, és holnap majd leúsztok a tó mélyére. Biztosan megtaláljátok a hintót. Vigasztalta őket Soma. Másnap Bogyó korán ébredt. Nézzétek, a tavirózsa kinyitotta szirmait, és a levelén áll valaki, nekünk integet. Hát te ki vagy? Kérdezte kedvesen Bogyó. Szervusztok, Csiga Csaba vagyok. Itt élek a kerektó mélyén, mutatkozott be a vízicsiga. Látod, Baltazár? Igenis léteznek vízicsigák. Nekem is vannak rokonaim. Csiga Csaba nem értette, hogy ez a másik csiga fiú miért örül neki ennyire, de aztán Babóca elmesélte, hogy mi járatban vannak. Én is örülök, hogy megismerkedtünk, kedves rokonom, mondta a vízicsiga Bogyónak. Csiga Csaba, segítenél, hogy megtaláljuk a hintónkat, ami begurult a vízbe? Kérdezte ekkor Pihe. Hát persze, gyertek utánam, mondta a vízicsiga. Azzal a négy cimbora felvette a palackot, fürdőruhát húztak, és leúztak egészen a tó mélyére. Ez itt az én házikom, mondta büszkén Csiga Csaba. Szólt ekkor egy félelmetes sziszegő hang. Bogyó, Babóca, Pihe és Baltazár mind a házikó mögé ugrottak ilyettükben. Nem kell félnetek, ő a barátom, a vízisikló. Kedves sikló, nem láttál véletlenül egy gesztenye hintót a tó mélyén? Kapaszkodjatok belém, oda viszlek titeket. Sod van, kiáltott a sikló. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe nagyon megörültek. Sikerült, mondta elismerően a süni, amikor meglátta kis barátait előbukkanni a tó vizéből. Csónakázzunk egyet, javasolta Csiga Csaba. Mindannyian ráültek a tavirózsa levelére, Csiga Csaba pedig evezett. Itt az ideje, hogy elinduljunk hazafelé, mondta Babóca, amikor sötétedni kezdett. Nem, maradjunk még, kérte Bogyó. Eljövünk majd máskor is, szólt Pihe. Bogyó, Babóca, Baltazár és Pihe elköszöntek Csiga Csabától. A tópartján már várta őket Soma a süni. Mind beleültek a sünfogadba, és elindultak hazafelé. Másnap Bogyó és Babóca szép képet festettek távoli rokonaikról. Ott volt a képen Babóca Katával és Bogyó Csiga Csabával. Bogyó és Babóca, kit jó barát kalandja. A bicikli. Egy nyári napon a postagalamb csomagot hozott Bogyónak és Babócának. Jókora csomag volt, szép piros papírban, kék szalaggal átkötve. Levél is tartozott hozzá. Babóca elolvasta a papírtekercset. A százlábú írta. Hurrá! Hamarosan meglátogat minket. Ezt az ajándékot pedig nekünk küldi. Nekünk? Kérdezte Bogyó. Hogy nekünk? Neked vagy nekem? A levélben az áll, hogy nekünk. Biztosan közös ajándék. Még hogy közös, mérgelődött Bogyó. Biztosan nekem szánta, mert én találtam rá karácsonykor a hóban. De én fogadtam be a házikomba. Én gyógyítottam meg. Én főztem neki teát. Vágta rá Babóca. De én olvastam neki mesét a kukacos mesekönyvből, folytatta Bogyó. A piros csomagoló papír nem bírta sokáig. Hamarosan elszakadt az egyik vége is, meg a másik is.
A papír alól pedig kerekek bukkantak elő. Egy bicikli, kiáltott Bogyó. Éppen jó lesz nekem. Nekem lesz éppen jó, közölte Babóca. Jól van, vidd magaddal a biciklit, ha annyira akarod. Okos enged, szamár szenved. Én vagyok az okos, te vagy a szamár. Bogyó nem hagyta magát. Nem ér, én vagyok az okos, te vagy a szamár. Vidd el te a biciklit. Végül egyikük sem vitte el. Duzzogva elvonultak, és a félig kicsomagolt biciklit ott hagyták a réten. Hamarosan arra jött Baltazár a méhecske, és Pihe a lepke kislány. Nézd csak, mi ez? Egy bicikli? Kérdezte Baltazár. Igen, az! Válaszolta Pihe. Levél is van hozzá, Bogyónak és Babócának a százlábútól. Toljuk el nekik! Javasolta Baltazár. Megfogták, és ekkor az összes csomagolópapír lehullott az ajándékról. Nagyot nevettek. Nézd, ez egy tandem bicikli. Ketten ülhetnek rajta. Próbáljuk ki, mondta Baltazár. Ha-ho, Bogyó, ha-ho, Babóca, meghoztuk a bicikliteket, ott hagytátok a réten, kiáltozott Pihe. Bogyó és Babóca előugrottak, a homlokukra csaptak, hiszen ez egy tandem bicikli. Ketten is ráférünk. Mi pedig mekkorát civakodtunk rajta. Nyomban kibékültek, és összeölelkeztek örömükben. Micsoda szép ajándék! Mi pedig a nagy veszekedésben nem is készítettünk semmit a százlábúnak, pedig mindjárt itt lesz, mondta riadtan Bogyó. Készítsünk a százlábúnak egy szép, színes szélforgót virágszirmokból, javasolta Pihe. Igen! Nagyon jó ötlet! Helyeselt Bogyó és Babóca. A négy jó barát piros, lila, fehér, sárga és rózsaszín virágszirmokból szélforgót fabrikált. Ebben a pillanatban megérkezett egérfogatán a százlábú. A kisegér megállt a réten, és a százlábú kiszállt a dióhéjhintóból. Boldogan összeülelkezett Bogyóval és Babócával. Látom, megkaptátok az ajándékomat. Remélem tetszik. Gyönyörű ajándék! Nagyon örülünk neki! Mondta Bogyó és Babóca. Mi pedig együtt készítettük neked ezt a szélforgót. A százlábú 10 napig maradt vendégségben Bogyónál és Babócánál. Nagyokat kirándultak együtt az új biciklin, beszélgettek, énekeltek, játszottak, remekül érezték magukat. A vidám napok hamar elszaladtak. Ideje, hogy elinduljak hazafelé. Nagyon jól éreztem magam nálatok, mondta a százlábú. Gyere el jövő nyáron is, mondta egyszerre Bogyó és Babóca.